Itt a pulyaszedő! Itt a pulyaszedő! Van-e pulyaeladó? Van-e rongypulya? Dolgozott a pulyaszedő szombaton, a 10. panyolai farsangon, kereste a rossz gyerekeket. De nem csak az ő alakja elengedhetetlen a rendezvényről, a cigány asszony épp oly fontos a maga portékájával. Doktor úr, jöjjön csak nekem! Adok egy kis paraszolvenciát! Panyolán minden évben igyekeznek feleleveníteni és megőrizni a régi idők népszokásait és hagyományait, ahogy nagyanyáink falun igyekeztek előzni a telet. Ahány hely, annyi szokás, ezt a sokszínűséget pedig egyre több településről hozzák el ilyenkor Panyolára. A felvonuláson nagyon sok csoport érkezett, a legtávolabbról Kászomból, Nagykászomból, a Csiki medencéből érkeztek, és egyébként innen a szomszédos településekről is jöttek. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor egy napra, farsang idején összeverbuválódjunk, egy közösséget alakítsunk ki, és mutassuk meg, hogy van a közösségnek ereje. Egyébként az újdonság az lesz, ami előtt állunk, pont egy nagy mágiát is raktunk, a végén elégetjük a telet. Hát úgy tűnik, hogy egyelőre velünk van az Úr, hiszen nagyon jó idő mutatkozik. A tánc és muzsika szó mellett nem hiányozhattak a finom ételek és italok sem a hagyományőrző farsangról. Volt szilvapálinka, szabolcsi apró töltött káposzta és rengeteg toros káposzta. Csütörtökön volt egy disznótort tartott a hivatalunk, és az tulajdonképpen annak a húsanyagát dolgoztuk fel, úgyhogy hurka, kolbász természetesen, de lesz tepertő, de lesz egyébként töltött káposzta, amiatt a Szatmárban az elkerülhetetlen, és ez egy nagyon tradicionális étel, ugyanakkor babgulyás is. Farsang van most, kérem, nem is akármi más. Szaladjatok, fiúk, szaladjatok, lányok, gyorsan az életbe, hogy a halál ne üljön soha a keblünkre. Amen.